Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a középpont a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jó Brode, és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, itt a stúdióban megadja Gábor a Kontra.hu főszerkesztőjét, és Lajos Jonatánt, aki hat évet élt Angliában, ott tanult, és ennek nagy jelentősége lesz most ebben az órában, ugyanis a témánk a Cancel Culture, az eltörlés nevet kapta, és erről is szeretnénk beszélni, úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket első körben. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást, én is köszöntöm a hallgatóra. És az első kérdésem pedig akkor az lenne, hogy egy picit magyarázzuk meg ezt a cancel a jelentését. Jó rá az a magyar fordítás, hogy eltörlés, ez az első kérdés. A második pedig, hogy ugye egy talán ezt a BLM mozgalom kapcsán jött elő, legalábbis ekkor a nagyobb közvélemény számára ekkor vált világossá, hogy pontosan ez micsoda, vagy egyáltalán ez a fogalom akkor jött be a köztudatba. Ez ekkori, vagy azért régebbre nyúlik vissza? Hát nem mondhatjuk, hogy maga a cancel culture, vagy amit ennek nevezünk, az, az hosszú történeti múltra tekint vissza, ha csak a közelmúltat figyeljük, tehát ez egy viszonylag friss jelenség. Szerintem elég komoly történelmi előzményei vannak, tehát annyira, annyira mégsem új, több száz éves gyakorlatilag a, a, a történet. A BLM-mel párhuzamosan emlegetik, de alapvetően ez tehát kicsit korábban kezdődött, viszont azzal együtt, a BLM-mel egy időben csúcsosodott ki. Ugye, hogy mennyire pontos az eltűnt, hogy kizárás kultúrája lehetne mondjuk szó szerint vagy valami hasonló. De az a lényeg, hogy azokat a, a személyeket eltávolítjuk a, a nyilvánosságból, ott kezdődik, hogy a nyilvánosságból eltávolítjuk, akiknek nem megfelelő nézeteik vannak. De ennek egyéb következményei is szoktak lenni, tehát ezeket az embereket nyilvánosan megszégyenítik, elveszik a munkájukat, tehát, hogy kirúgatják őket a munkahelyükről, de és épp ezért szerintem olyan szempontból nem újdonság, hogy a, mondjuk ez a, a, maoista gyakorlat mondjuk elég hasonló volt ehhez, mint amit a cancel Kácsot csinált, tehát történelmi merítések vannak, ezt nagyjából a kommunista érából emelték át ezeket a, ezeket a, a praktikákat. Ugye annyi fontos különbség van, hogy, hogy jellemzően, és szerintem ez egy ez egy olyan, olyan, része a dolognak, amivel nem tudna, főleg az amerikai közélet nem tud megbirkózni, mert náluk ugye a magánszféra szent, hogy amíg a kommunista időszakban, vagy maoista időszakban ezek állami vezénylettel történtek ezek a dolgok, most a, Kansas cancel culture az gyakorlatilag a úgymond magánszféra hajtja végre, tehát a sajtó, a média, a közösségi média felületek, a munkahelyi közösségek, és még egy fontos fogalmat hozzá kapcsolnék, ugye ez a cancel ennek a vók kultúrának a, a, a gyakorlatilag a végrehajtási mechanizmusa, és hogyha lefordítom nagyon egyszerűen a vókot, akkor az is egyfajta ilyen új, 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 egy új agresszív felvilágosodás, tehát ahhoz, tehát minden minden visszavezet ahhoz, tehát minden visszavezet a felvilágosodáshoz, meg a, meg a, meg a kommunista gyakorlathoz, Viszonylag egyébként talán pont ezért, mert nem tudnak szembenézni ezzel, ezért viszonylag sikeres ez a történet. Tehát, hogyha valaki beszél mondjuk olyan emberekkel, én nem tudom, hogy te Angliában milyen közegben dolgoztál, de nekem van rengeteg barátom, aki multinacionális vállalatoknál dolgozik. És nekem el szokták azt mesélni, hogy hogy egészen elképesztő, hogy milyen ilyen kötelező május elsőjézések vannak mondjuk a Pride kapcsán, és hasonló, tehát van, a Pride napok. Fentosan. És hogyha az ember ugye húzza a száját, hogy hát ő nem kíván ebbe részt venni, akkor meg megnézheti magát. Tehát talán még ide -haza nem jutottak el odáig, hogyha valaki húzza a száját, akkor kivágják a munkahelyéről, de nyugaton már eljutottak odáig, hogy aki nem menetel együtt ezzel az új május elsőjézéssel, azt, azt viszont kivágják a munkahelyéről. Szóval amit, amit ugye én személyesen, vagy mit tapasztaltunk, a bódiábellel, az, az a, ennek az egyetemi része, mert az egyetemek egy fontos ö, bázisai voltak ennek a Vók-Mekán culture történetnek. Néhány évvel, mondjuk a 2010-es évektől kezdve, mondjuk 2010-es évek felétől kezdve lett ez eléggé hangos, hogy kiket lehet meghívni az egyetemekre beszélni, és kiket nem. <kül> ennek a vége volt talán 2017-ben vagy 2018-ban, amikor a, a Milo Janopoulos meghívására válaszul szélső baloldali tüntetők gyakorlatilag szétverték a berkeley a kampuszát. Az irónia az, mintha patakokban folyna, mert a berkeley indult a free speech movement, tehát a szabadságért folytatott harc, és ez eljutott odáig, hogy elmennek az erőszakig azok az emberek, akik nem szeretnék, hogy a vele, velük egyet nem értők megszólaljanak a kampuszon. És ez nagyjából a radikális baloldalnak a történetét leírja, hogy a 60-as években ugye ez a mindent szabad, mindent legyen szabad csinálni, eljutottunk odáig, hogy na jó, nekünk már mindent szabad, akkor most szépen eltöröljük azokat, akik nem értenek velünk egyet. Tehát ez a többfázisú történet, amit a kommunizmusnál is láttunk, hogy minden szabadságról, felszabadításról beszélnek, és akkor utána, amikor már megteremtették maguknak a teret, hogy ők, ők diktáljanak, és a, mondjuk a kulturális térben ők legyenek hegemon helyzetben, onnantól kezdve pedig el lehet tüntetni azokat a közéletből, akik pedig nem felelnek meg ennek az új kánonnak. Nagyon bólogattál, amikor itt a Pride napokról volt szó, te is tapasztaltál ilyesmit odakint? Igen, igen. Um, talán még így a, az előtörténetéhez a uh, személyemmel kapcsolatban azt így hozzátenném, hogy én ugye Brightonban nőttem fel, um, mármint ugye a Brightonban um, váltam bár felnőtté, és, uh, és, én ott, uh, ott, ott megtapasztaltam, uh, igazából a családom is ott volt, és mi úgy megtapasztaltuk ennek, a, ennek a, a, amit így említettél, hogy ennek a hangulatát, hogy, hogy, ez nem csak, nem csak egyetemi szinten történt meg, hanem, hanem, én úgy látom, hogy bizonyos szinten az érzékenyítésnek a hatására, mert ez már társadalmi szinten elindult, ez az érzékenyítés, ez, ez már a felnövő generációk, akikkel én már egyetemi szinten is találkoztam először, ezek, ezek gyakorlatilag annyira belesződték a, a, társadalmi beilleszkedésbe ezek az ideológiák magukat, hogy aki én, én mint egy alapvetően én Magyarországon kaptam az identitásomat, és én, én mentem el egy, egy olyan kultúrába, ahol nyilvánvalóan ezek így, ezek így szembeálltak. Én valójában én azt látom, hogy, 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 ott igenis annyira erős ennek a, ennek a háttere, hogy amikor például ezek a Pride események vannak, hát Brightonról szerintem meg azt kell tudni, hogy hogy ezt sokan a Gay Capital-nek nevezik, tehát hogy a, a melegeknek a fővárosa. És, és ott például ez ilyen háromnapos ünneplés, a, a Pride. Az egy olyan fesztivál, ahol kimennek a családok, a kisgyereküket kézen fogva, mindenki beszínezi a, az arcát, mindenki boldog, mindenki ünnepel, de gyakorlatilag ha te nem vagy ennek a részese, ha igazából kifejezed ennek, a, ennek az ellentétjét, hogy amúgy én ezen nem nagyon értek egyet, akkor már beindulnak ezek a folyamatok, ezek a ez a ez az eltörlésnek a folyamata, ami először is ö, ö, nem feltétlenül jelenti azt, hogy most egyből kivágnak a munkahelyedről, hanem inkább ez a, az a morálisan megbélyegeznek téged. Tehát hogy te te most ö, valami olyasmit tettél, ami, ami, mindannyian tudjuk, hogy, hogy, ez mit jelent valójában. És, és gyakorlatilag hát ezek, ezekkel így szembesültem, így lépésről lépésre, ahogyan minél többet éltem ott, és minél jobban átláttam ezeket a társadalmi szinteket, Um, ezt az ideológiának ezt a, a begyűrközését, Nyilvánvalóan ezt először nem fogja fel az ember, először csak átérzi. Tehát, hogy átérzi, hogy, hogy, hogy mi is történik vele valójában, és, 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 én nekem, én ezt először nem is nagyon tudtam hova tenni. Tehát ez a, akkora, akkora különbséget okozott, a, amit, amit én addig megszoktam kulturálisan, és az, amivel ott szembesültem, hogy, hogy, hogy tényleg nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát nekem, nekem edukálnom kellett magamat ezzel kapcsolatban, és nagyon sokáig nem, nem is nagyon találtam meg olyan forrást, ahol, ahol ez, ezzel, ezzel szembe mennek. Mert ugye bár a mainstream média, az, az, az pontosan ennek az eltörlésének, a, a eltörlés kultúrájának a, 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 zászlós hajója. A mainstream média is. És, és hogyha az ember nem edukálja magát, nem keres rá azokra a forrásokra, ahol, ahol tehát nem, ahol nem ez, tehát az ideológiai rendszert átlátná, akkor, akkor pontosan abban az ideológiai rendszerben evesz tovább, és ha ott keresi a választ, akkor nagyon-nagyon találja meg. Tehát nekem is el kellett, hogy teljen egy, egy jó pár évnek, hogy, hogy egyáltalán ki tudjak ebből látni, hogy mi is történik így valójában. Ugye Gábor már említette itt a kommunista párhuzamot, és hát nagyanyáink még meséltek legalábbis nekem olyanokat, hogy mondjuk aki annó vallásos volt, vagy templomba járt, azt úgy tudták a munkahelyen, hogy az egy milyen ember. Volt olyan gyerek, aki emiatt nem kapott jó lehetőséget, nem tudott jó középiskolába tovább tanulni. De ugye tudjuk, hogy mondjuk ez a vallásosság miatt volt. Most például ez a újfajta eltörlés, ez mire ugrik? Vagy mik azok a dolgok, amit hát, nem lehet hát szeretni a nem, a nem haladó nézetekre, és éppen arról van szó szerintem, hogy ugye, még mondjuk legalábbis Magyarországon a kommunizmus úgy nézett ki, mondjuk a Kádár rendszerben, hogy a szüleim elmesélték, hogy hát az egy államilag közvetített ideológia volt, és azért otthon az ebédlőasztalnál, barátok a kocsmaasztalnál azért elmondták, hogy hát, na ez azért nem így van, ahogy mondják, ezt mindannyian tudjuk, így összekacsintottak. Most viszont pont ezt a szférát ö, kebelezi be, tehát például Magyarországon, Lengyelországban, tehát ez elmaradott, meg reakciós országokban a, a köznyilvánossága sokkal szabadabb, mint Nyugat-Európában. És, és ott egyébként, tehát még, még azt látom, hogy még, még nyugat, mondjuk az Egyesült Államokban is az állam jobban védi a szólásszabadságot, mint ahogy ez a vókultúra a magánéletben próbálja eltörölni. Tehát ez pont azért veszélyes szerintem, mert mert ugye ebbe a magánéletbe férkőzik bele, magánéletbe bélyegeznek meg embereket, úgy szorítják ki őket a munkahelyükről, stb. De annyiban, annyiban szerintem olyannyira azonos a dolog, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha valaki vállalja a vallásos identitását. Én nekem most volt szerencsém, beszélgetnék kicsit a, a Tóth Gabival, és ugye ami vele történt, az tipikusan a példája ennek, hogy, hogy ha valaki egy ilyen szcénában, mint mondjuk a könnyűzenei szcéna, azt mondja, hogy hát jó, hát én katolikus vagyok, meg föllépek az eucharisztikus kongresszuson, más meg, hát most más meg buddhista, meg ateista, meg, meg zsidó, meg nem tudom, hogy micsoda, és akkor nincs ebből semmilyen probléma, de ebből van probléma, hogy a, hogy, a, hogy a Gabi vállalta ezt a, ezt a dolgot, és akkor szépen, módszeresen elkezdik szeletelni az illetőt, elkezdik nyomasztani, tehát a nyomást gyakorolnak rá, próbálják kihozni a sodrából, tehát ezek tipikusan azok a, a taktikák, amit annak idején azokkal csináltak a kommunisták, akik, akik mondjuk vallásosak voltak, vagy nemzetérzelmek voltak. Én, tehát nálunk például a, ugye a családban a, masszívan x voltak a, a, nagyszülők, a mindenféle, tehát hogy, hogy a, a, a 45 előtti világban mondjuk úgy, hogy, hogy otthonosan mozogtak, tehát a horti rendszer nem volt nekik annyira idegen, onnantól kezdve a, a 80-as években is nem jutottak be egyetemre, az nagyon nehezen ment, aztán utána nem dolgozhattak a munkájukban, tehát a, mondjuk az én édesem az 85-ben sem dolgozhatott tanárként, mert fölvezették alapjára, hogy az ifjúság, politikailag megbízhatatlan, ezért alkalmatlan az ifjúság nevelésére, és akkor berakták őt valahová. 1985-ről beszélek, tehát nem, nem, nem a 60-as évekről, és gyakorlatilag ugyanez játszódik most le a magánszférában, és azt látjuk, hogy ugye vannak ezek, a, ezek az óriási rendkívül nagy hatalommal rendelkező globális cégek, nem csak a tech cégek, de a tech cégek főleg, akik egyszerűen, hogyha ők úgy döntenek, hogy akkor valaki nincs, akkor ő nem lesz. Tehát most, most ezt látjuk, hogy ugyanazt, amit annak idején az államok, a kommunista államok végeztek el, a, a nem haladó nézet, nézettel rendelkező emberekkel szemben, azt most elvégzik ezek a nagy cégek. A cégekre, ahogy most erről jutott eszembe, hogy ezeken a Pride napokon kell, vagy szokás, az, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk cégek vonulnak ki, vagy egyetemek vonulnak ki, és akkor hmm. ott. Hát nem, is, ha nem, is, nem is ilyen céges szinten megkövetelik azt, hogy kibonuljál, viszont céges szinten egyet értenek ezzel, és céges szinten promotálják ezt. Tehát, hogy ami, ami talán így ide tartozik, amit így, így a hugommal kapcsolatban ő átélte ezt, a, ezt az eltörlést, ha nem is teljesen a végletekig ment el, Viszont az a hely, ahol dolgozott, ez egy hát ilyen egészséges gyorsételekkel. Tehát alapján már megvan ez a progresszitás, mm -hmm. hogy, hogy nem, az a, nem, egy, nem, egy, olyan, olyan gyors ételt árulnak, ami, ami rossz a szervezetnek, hanem hogy ezen már túl kell lépni, és akkor már gyors kaja, viszont egészséges. Na hát egy ilyen helyen dolgoz, dolgozott a, a hugom, és Pride 2020, eltörölték, mármint, hogy ezt nem a cancel culture törölt el, hanem a Covid és ezért a, a mi az a cég, ahol dolgoztunk, ő ezt úgy, úgy bonyolította le, hogy, hogy tehát megtartsa ezeket a, a progresszívan gondolkodó embereket is talán, hogy, hogy egy, 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 akciót tervezett. Egy akciót, hogy, hogy meleg mesekönyvet raknak a gyerekmenühöz, ahol eddig Kifestőt, meg rajzolót kellett a menü mellé rakni. Ott most elhatározták, hogy erre a hónapra, egy júniusi hónapról beszélünk, akkor, akkor arra a hónapra ők most egy meleg mesekönyvet fognak berakni, hogy, hogy ezt is így promóthálják. Hát a gyerekek felé irányult. És, és Hogan azt mondta, hogy először is nagyon-nagyon felkavart őt, és nagyon. Sokat beszéltünk erről, hogy nem tudta, hogy mit tegyen. Azért nem tudta, hogy mit tegyen, mert mert már alapjáraton ő a, a, a vallásom miatt, tehát ő egy keresztény, keresztény hölgy, ő vallásom miatt már konfrontálódott az emberekkel. És és ő nem, akarta, nem akart még nagyobb konfrontációba belekerülni, viszont ezt ő így erkölcsileg teljesen helytelennek tartotta, és ő azt mondta, hogy, hogy ő nem fogja belerakni ezeket a mesekönyveket a, a, a menü mellé. És és akkor beszélt a főnökével is, a főnöke nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, így egy empatikus volt a hugommal kapcsolatban, viszont ez, ez, ez felülről jött, hogy nekik ezt meg kell csinálni. És, 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 talán a főnöke volt az egyetlen, aki, aki egy ilyen empatikusságot érzett egy, a hugommal, viszont az összes többi kollégája, ők, ők már elkezdték őt megbélyegezni, hogy, hogy tényleg te neked ezt, ez, ezt nem akarod megcsinálni? És így, így a szemébe néztek, akkor, akkor talán neked ez a munkahely nem neked való. Tehát, hogy, hogy akkor, akkor lehet, hogy itt tovább kéne, tovább kéne lépni. És a és húgom ezt így, ezt így úgy, úgy, úgy bonyolította le magában, hogy, hát, hogy lehet, hogy tényleg igazuk van, akkor, akkor tényleg nem nekem való. És aztán elgondolkodott, hogy na, várjunk csak, miért nem nekem való ez a munkahely? Tehát, hogy mi az, amit nem tudok megcsinálni ebben a munkahelyben? Gyakorlatilag az ideológia, amit ö, reprezentált a cég, azt ö, annak, annak egy így a, a vallás szabadságára hivatkozva nem akarta közvetíteni, és ezért megmondták neki, hogy hát ne haragudj, de ez, ez a ne, munkája nem neked való. Természetesen nem, nem tehát ahogy említettem, a végletekig nem mentek el, nem rúgták ki, viszont ott attól a kezdve egy extra bélyeg került rá. Éreztették, hogy, hogy, nincs ott a helye. Igen. Egy extra bélyegként így rákerült, hogy, hogy, neki, neki nincs, nincs, ott semmi keresni valója. És egy ilyen, ilyen mentalitással egy hölgynek elmenni a munkahelyére, hogy, hogy nem szeretik, nem fogadják el, pedig nagyon lelkiismeretesen dolgozott, nagyon kitette magát, és, és így minden nap elmenni a munkahelyedre. Tehát egy, egy olyan közegvesztéget körül, hát az, az szörny. <hül> És ez, De ez majdnem egy az egybe a, tehát a, a kommunista időt, amikor valamit kötelező biflázni, és akkor azt kell visszamondani, mert mondjuk mondjuk egy egy olajkitermelő multinacionális vállalatnál milyen relevanciája van annak, hogy az ember mit gondoltam a meleg házasságról, meg a, meg a melegek általi gyerekek örökbefogadásáról, ez az ember normális módon úgy gondolja, hogy hogy az egy munkahely, az meg, megbeszélhetik sörözés közben, hogy ki mit gondol róla, de az nem tartozik a, a munkahelyhez. Szóval az, amit annak idején úgy emlegettek, hogy vörös farok, az, az, ugyanúgy itt van ez, ebben a vók meg cancel most már ilyen, nem tudom, szivárványos farok, vagy nem tudom, hogy hogy érdemes mondani. Hát a múltkor, múltkor tapasztaltam ezt, hogy megnéztem két, két Netflixes sorozatot is, hát csak legyek valami, valamennyire képben, és akkor rájöttem, hogy mind a kettőben egyébként ott volt ez a szál, totálisan indokolatlanul. Hát az elsőnél megmagyaráztam, mert azt mondtam, hogy jó, hát az egy horror story, és hát most mindenféle dolgok, most a pont leszbikus volt, hát most egy horrorban lehet mindenféle lény, most legalább az éppen leszbikus volt, de, de, de a másik az pedig egy krimi sorozat volt, és és a problémám nem az egyébként, tehát a félrejtés nehézség nem az, hogy, hogy most mutatnak melegeket, vagy ilyesmi, hanem totálisan indokolatlan volt, semmit nem tett hozzá a dramaturgiához, semmit nem tett hozzá a történethez, tehát nem arról volt szó, hogy abból, hogy van benne egy meleg pár, abból a történet szempontjából következik nem. valami. Semmi nem következett belőle, egyszerűen annak ott kellett lennie. Tehát ezek, ezek azok a, a dolgok, amik és én azért gondolom, hogy egyébként olyan szempontból van remény, hogy annyira agresszív ez, ez a VOK hogy ez ugyanúgy visszatetszés fog kelteni a, az emberek többségében, mint ahogy a kötelező május és a kommunizmus alatt. Nem, tehát hogy nem nem, 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 miért szeretnék? Hát most az, hogy az, az, az Egyesült Államok, az Egyesült Államok elnökét, én ezt végighallgattam egy ilyen vitát, amikor azok, akik ezt a fejebb, Facebook Facebook viteli döntéshozatali fórumot alkotják, azt mondták, hogy helyesen döntöttek, hogy a Trumpot törölték a közösségi médiafelületekről, mert csúnyán viselkedett. És akkor ugye elgondolkoztam azon, hogy, hogy őket kiválasztotta meg a világ felnőtt embereinek szüleivé, hogy, hogy ők eldöntsék, hogy ki viselkedik csúnyán, meg ki nem. Tehát azért... Itt, a érdemes... csúnyának itt élem, akkor nyomok rá egy ot Hát nem. igen, Én meg ér. hogy nem, nem követ. Tehát, hogy ezek felnőtt emberekről van szó, akik el tudják mm. dönteni, hogy ők mit gondolnak, meg miben hisznek, meg, meg mit tartanak helyesnek, meg helytelennek. Nem biztos, hogy, hogy, ezt így nyakló nélkül kell rájuk tolni. Viszont említetted azt, hogy, hogy te nem hiszed, hogy, hogy ez ennyire, tehát, hogy progresszív tud maradni, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy nem hiszed, hogy, hogy ez akkora... Ha nagyon, akkora ha nagyon erőszakos, ha nagyon erőszakos, az erőszakos az szakos, vissza, igen, akkor az vissza viszont, vissza. viszont... ahogy ahogyan említetted, te is csak megnéztél kettő darab Netflix filmet, ahol, ahol ez az ideológia már átszőtte. Tehát teljes... teljes de, és, és te egy gondolkodó ember vagy, tehát én, én ezt úgy így, így látom, te egy gondolkodó ember te ezt átlátod. De, de mi van azokkal, akik kevésbé nem az intellektuális. Ebben is, ülnek tehát, bele igen, arra tehát, gondolsz? hogy mint például a gyerekek, akik ebben ülnek bele. Ez már a természetes. Szerintem, a, szerintem a, tehát, hogy a, én a, én a, hogy behozzam kicsit a napi politikát, én a magyar kormány ezirányú döntéseivel azért értek egyet, mert mert, ők pont, mert az pont a gyerekeket akarja védeni. De ez a gyerekekre nem tartozik ez a dolog, és igenis meg kell tőlük védeni. Szerintem felnőtt emberek el fogják tudni dönteni egyébként, hogy ez helyes vagy helytelen. Hát én úgy, én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy most valakit amúgy gondolkodónak titulálunk, vagy nem, beszéltem egy csomó mert én nekem is ugyanez volt a megérzésem, ami neked, hogy, hogy, hát azért nagyon tömik a fejüket, de, de kilóg a lóláb. Tehát, hogy ahogy nekem feltűnik az, hogy mi a francot keres ott ebben a amikor nincsen semmilyen jelentősége a történet szempontjából, ez egy idő után, hogyha eleget tolják rájuk, akkor, akkor nem, nem, fogják olyan könnyen bevenni, vagy elkezdenek rajta ironizálni, vagy poénkodni, mert, mert egyszerűen túl, túl, too much, tehát ez a too szerintem, a, ami, ami, ebből a, ebből a kultúrából kijön. Az a helyzet, hogy én is így gondoltam, és, és, de ahogy, ahogy azt látom, hogy most a nyugaton, legalábbis Angliában, a, a helyzet a következő, hogy, hogy beleszületnek ebbe gyerekek, alapvetően az érzékenyítés, amiről már szó esett, egy olyan, egy olyan, egy olyan, szintet ölt, hogy, hogy már a szülők sem, sem érzik azt helyén valónak, hogy, hogy, ezt, a, ezt a gúnyt, ezt a, tehát hogy, hogy, nagyon, tehát ők is lehet, hogy érzik, hogy, ez már lehet, hogy too much, tehát hogy ez túl sok, viszont az érzékenyítésnek a hatására ezt már nem fogják továbbadni a gyerekeknek, és a gyerekeknek ebben szocializálódnak, és Ahogyan, ahogyan említettem, nekem, nekem a kulturális nézetem, amikor Angliába költöztem, teljesen más volt, mint az ottani, mostani kulturális nézet, és amikor ugyanúgy a munkahelyemen láttam, hogy, hogy van egy, egy, hát egy, hogy mondjam, egy ilyen testes, rövidre nyílt nő és akkor csak így, hogy nem gúnyból, csak hogy így megkérdeztem a munkatársamat, hogy nem őt, hogy te szerinted ő, ő meleg? És akkor, és akkor így rám nézett, hogy és akkor mi van? Tehát, én én éreztem hogy kellett, hogy jó, 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 oké, nem, 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 csak hogy, csak hogy érdeklődöm. Tehát, hogy már egy agresszív fellépéssel volt ez, ez ügyben. nem, hogy... van egy félelem a társadalomban, nem? Hogy akár a munkahelyen sem igen, merjük kimondani, igen, akkor sem a gondolunk valamit. Vagy hogy kisfiam, ezt az iskolában nem mond, mert ezt nem szabad, tehát, hogy a szülők így trenírozni. Igen, csak ez hosszú. Én a hosszú távról beszélek, ez hosszú távon pont ugyanúgy néz ki, mint, mint, mint ahogy a kommunizmus alatt volt, hogy, hogy, elmondj, hogy elmondják az iskolában kötelezően, már a tanár is röhög rajta, hogy igen, a marxista, leninista, nem tudom, milyen dogmák alapján így néz ki a világ, és akkor az ember is elmondja, egy nyilvánosan elmondja, nyilvánosan kiakad, hogy hogy lehet kérdezni, egyébként meg magába azt mondja, hm, jó, hát tehát, hogy le, szerintem van egy olyan hatása annak a dolognak, tehát minden, amit ennyire erőszakosan nyomnak, van egy olyan hatása, hogy az ember akkor is elkezdi unni már egy idő után, Aha. hogyha egyetért vele. Ez azért, de azért is gondolom, mert tényleg olyan, olyan embereket próbálnak partvonalra szorítani, akiket, akiket egyáltalán nem lehet azzal vádolni, hogy mondjuk nagy keresztények, vagy, vagy konzervatívok, vagy jobboldaliak lennének. Tehát ez elérte a, elérte a liberálisokat is, vagy a kvázi középen állókat. Most látom, hogy a John Cleese már magát húzatta ki valami listára, mielőtt valaki más húzza ki őt. Tehát, tehát, a azok, tehát azokat vagy az ott van Ricky Gervais például, akit egyik lehetne vádolni, hogy ő mondjuk egy keresztény konzervatív ember lenne. Tehát, hogy vannak már olyan, olyan figurák most is, akik, akik, úgy kerülnek, akiket úgy szorítanak a partnerre, hogy nem egy ideológiát vallanak. És az, és az aki, aki, mondjuk kedveli mondjuk a Ricky gervais a munkásságát, az el fog gondolkodni azon, amiket az a, az fickó mond erről az egész vók mekán a Úgyhogy történetről. Úgy, hogy ő nem jobb oldalról mondja ezt. Csak nem az a veszély hogy amíg a kommunizmus azért nem a nem identitásban nyúlt bele, nyilván mondjuk az Isten hitet piszkálta a vallást, ami szintén az ember személyiségének nagyon központi része, de itt a nem identitás Kapcsolatban ez mégis egy annyira alapvető kérdés, hogyha a fiatalokat meg lehet arról győzni, hogy te bármi lehetsz, akkor lehet, hogy utána. Tehát, hogy, hogy hogy a százalékok hogy alakulnak? Hányan fognak mi hát Csak, föl annak, adni, mikor csak annak következményei van. vannak, tehát, hogy a nem váltók körében a nem tudom, ezer százalékos, vagy hány ezer százalékos öngyilkossági, vagy öngyilkossági kísérletek rátaja, az arra utal, hogy talán itt még sincs minden rendben. Tehát, ezek nagyon aranyosak ezek a próbálkozások, amikor ugye a valóságon akarunk erőszakot venni, és ebben is azonos egyébként ez a gondolkodásmód a kommunizmussal, csak hát utána ki fog jönni az, hogy mégsem épül az örök szebb jövő a kommunizmus alatt, és ki fog derülni az is, hogy a nem váltás az nem megváltás. Tehát ott, ott, ott is elő fognak jönni azok a dolgok, amik, amik, amik szükségszerűen előjönnek. Most szerintem egyébként az a defenzív pozíció ilyen szempontból, amit a Magyarország meg a, meg a, a mondjuk a volt keleti blokk országai képviselik, az azért szerencsés, mert mi rá, látjuk, hogy mi történik ott, és tudjuk azt mondani, hogy na hát akkor már tapasztalatunk van, hogy mi történt ott, akkor mi ebből nem kérünk. Tehát az, hogy én azzal egyetértek, hogy ez egy olyan veszélyes dolog, hogy egyetlen gyereket sem lehet kitenni annak, és nem szabad engedni, hogy kitegyék annak, hogy ilyen kísérleteket végezzenek rajta. Az egy dolog, de én megint szerintem arra, arra szeretnék visszajönni, hogy, hogy te, te ezen megint elgondolkodtál. És, és, ahogy én említettem, én, én még, még, hogyha nem is éreztem azt, hogy amikor én oda kimentem, kiköltöztem, és így szembesültem ezekkel, hogy, hogy, hogy ez nem feltétlenül helyén való, és én kerestem hogy, hogy, hogy hol, hol, lehet ezt, ezt átnézni, hol lehet ezt, egy, csak egy, 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 olyan, egy, olyan, egy, olyan, forrást kerestem, ami, 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 nem ezt az ideológiát támogatja. De ha már társadalmi szinten ez be van épülve, hát nem és tudom, nem, de nem az tudok ember, bízt, nem, nem tudok neked bíztatót mondani egyébként a nyugati társadalmakkal kapcsolatban. Én hát, se. De, de, de ne, hogyha az, hogyha azt akartad kiúzni belőlem, a Magyar, Magyarország, Lengyelország, tehát a, tehát a mondjuk itt Németországtól vagy Ausztriától keletre fekvő országoknál ott igen, mert, mert, eleve mások a beidegződések. Én azt látom egyébként, hogy ezt a ezt a vók meg LMBTQ történetet, ezt gyakorlatilag pár függetlenül a magyarok mondjuk 80-90%-a elutasítja. Tehát ez, ez, ez nem, 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 De lehet, hogy ez mondjuk 10 évvel ezelőtt 100% lett volna. Hát azt nem hiszem azért. Tehát, egy... nem hiszem, de ez egy viszonylag új történet egyébként, a... de nagy nagy az elutasítottsága. Tehát olyan százszerzalékos elutasítottság, tehát az, hogy faltól falig konszenzus van ezekben a dolgokban, olyan sohasem létezik. Persze, 80-90 százalékos elutasítottság az egy eléggé megnyugtató Én, 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 én Ezzel teljesen egyetértek, ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy hogy azért látom, hogy, hogy itt is az, legalábbis az egyetemi um, réteg. Tehát aki, akik ezzel a, a, a progresszivitással egyet akarnak érteni, mert mert um, én, én magam is egy ilyen ember voltam, tehát hogy alapvetően. Én nem, mielőtt én még kiköltöztem volna, hogy én Magyarországon így, így a progresszivitás nevében is mondjuk költöztem ki, mert hogy miért kell nekem mondjuk itt Magyarországon, hanem hogyha a nyugaton jobb a helyzet. És, és ez, ezzel ezzel kapcsolatban, tehát hogy én, én tovább akartam lépni, és, és, és tudom, hogy, hogy itt a, a, az egyetemi van, legalábbis, vagy a, a fiatalok körében, ez, ezek népszerű ideológiák, mert ők ők nem az államtól fognak informálódni. Ők nem, a, nem azt nézik, hogy most akkor az alaptörvényben be van írva, hogy akkor gyermekeket védelmezünk. A Netflixről. A Netflixről, a Twitterről, tehát hogy azokról a forrásokról, ahol elérhetővé válik a nyugat. És ezért mondom neked, hogy, hogy, hogy hiába, hiába, van az Magyarországnak a, a tehát ez így a szuverenitása. Én ennek nagyon örülök, és én a részben ezért is jöttem vissza. Tehát, hogy ez nagyon vonzó egy, egy, egy olyan ember számára, aki mondjuk egy keresztény konzervatív nézeteket van. De ha valaki, valaki ezzel mondjuk nem feltétlenül, nem százszerűkösen ért egyet, az megtalálja máshol a forrást, ahol, ahol tud ideologizálódni. De én azt nem, tehát én, én sosem képviseltem azt a nézetet, hogy mi ezeket a határon meg tudjuk állítani a, ezeket a tendenciákat. Azt tudom mondani, hogy ezek ellen harcolni, tehát hogy mm. küzdenünk kell, meg Persze tudatosan ezt. tennünk kell ellene. Most az egyetem az egy, az egy külön nehéz téma, tehát az, az, az arról lehet, hogy rosszabb vélem, még, még lesújtóbb véleménnyel vagyok, mint a nyugati országokról, úgy el lesz Susan tehát arra nincs megoldásom, hogy azt, azt hogyan lehetne megmenteni, mm. mert egyébként ugyanez a tendencia be fog jönni ide is. Csak azért azt ne felejtsük el, hogy hogy annak van jelentősége, hogy mondjuk a döntéshozatali szintre ez föl tud emelkedni. Uh -huh. Tehát az, hogy az egyetemeket tönkretették az Egyesült Államokban, meg Nyugat-Európában, az egészen világos. Csak az a különbség, hogy mondjuk azért Magyarországon nehe nehezen lehet elképzelni mondjuk egy négycsillagos transznemű tábornokot a, a kormányzatban, ma biztosan az Egyesült Államokban meg eljutott ideig a történet. Tehát a helyzet az, hogy ott eljutott ez a dolog a politikai döntéshozatal szintjéig. De akkor beszéljünk arról is, hogy Magyarországon ma mi a helyzet. Tehát ahogy te is említetted Tóth Gabinak az esetét, azért a könnyű zenei iparban látjuk ezt a fajta eltörlési kísérleteket azokkal szemben, akik nem szimpatikusak. És akkor beszéljünk már egy picit erről az eltés ügyről is, ami a Bódi kapcsolódik, és a te nevedhez, mert célosztára az elején, de akkor mesél, már elég szíves röviden, hogy mit történt. Igen, itt ugye arról volt szó, tehát az, az tényleg a, az irónia csúcsa volt ez a történet abból a szempontból, hogy egy, egy nem is szakkollégium, hanem az ELTE egyik kollégiuma, hát ez most már ki is derült azóta nyilvános, hogy ez az ajtós időrer kollégium, hogy ott a, ott a bocsánat, az ajtós kollégium, hogy ott előadtunk volna mind a ketten, meghívtak bennünket engem, egyébként pont a cancel culture hívtak meg előadni, az Ábel pedig a vadászatról beszélt volna. És az Ábel meghívásától már a szervezők visszaléptek, mert valami mozgalmár túlbuzgó marxista hallgató kitapét ezt a kollégium szekrényeit azzal, hogy az Ábel az mindenféle, nem tudom, náci, fasiszta, stb. stb. Figura. Az én esetemben viszont az történt, hogy a kollégium felső vezetése szó szerint azt mondta, hogy ezt a rendezvényt ez betiltja. Tehát ezt nem engedélyezi. Tehát a Cancel szóló előadást betiltja, és utána odáig jutott a dolog, hogy az egyetem központi kommunikációs csapata el reagálni erre az ügyre. Tehát ott tényleg úgy voltam vele, hogy ez azért marha jó nekem, megspóroltak egy előadást, mert így kevesebbet kell tépnem a számot, és csak azt kell mondanom, hogy na hát akkor, ugye erről van szó, Ugye az, az a, az, a, vicc az egészben, hogy, 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 az indoklás az volt, hogy attól, attól félnek, hogy ennek a, az előadásnak aktuál politikai felhangjai lehetnek. Ez annak tükrében vicces egyébként, tehát mivel ez kvázi ilyen, ilyen, első példák vannak így Magyarországon, mondjuk aktuál politikai felhangja lehetett volna, hogyha elővesszük mondjuk a Tóth Gabi történetét, nem tudom, hogy az mennyiben aktuál politikai, de közben az eltén akreditált képzések folynak arról, hogy milyen az Orbán rezsim. Az Orbán rezsim természetéről lehet rendes kurzusokat tartani, aminek nyilvánvalóan semmiféle aktuál politikai felhangja nincsen. Biztosan a is. cancel culture nem lehet beszélni az ELTE kollégiumában. Szóval... Mert megtiltják. Mert ez volt, ez szó szerint azt szerepelt a szövegben, hogy ezt a rendezvényt ezt betiltjuk. És a, és a téma miatt? Vagy igen. a te személyeddel is volt probléma? Tehát Ö, más megtarthatta volna? Az, a, a, személyemmel volt a legfőbb probléma, tehát a, valami olyasmi indoklást, hogy szerintem a Mandiner elkezdett velük ugye levelezni, és, és a, azt írták, hogy a, ennek az előadásnak a megtartása az etikai, meg az én személyem az ELTE etikai kódexébe ütközik, és akkor gondoltam is, hogy, hogy szóval lehet ebben még tovább fejlődni, nem vagyok azért maradéktalanul elégedett, mert tetszik a dolog kétségtelenül, de, de, de még nem jutottunk el odáig, hogy mondjuk engem kitiltsanak az ELTE összes kampuszáról, visszavegyek a diplomáimat, szereztem ott egy diplomát, meg szereztem ott egy doktori címet is, tehát hogy lehet, hogy azt is vissza kéne venni, hogyha a személyem az etikai kódexbe ütközik. Nem példanélküli egyébként a, a, történet, hogyha visszaemlékszünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló dolog történt G. Gáboral Gáborral, aki ugye az eltének az oktatója volt, és akkor ott a 88 főszerkesztőként volt egy nyilvánosságbeli purparlé vagy balhé, és ab, arra hivatkozva az ELTE ugye etikai bizottság elé citálta, és elkezdték ott rángatni, és ennek eredményeképpen aztán le is mondott az egyetemi katedráról. Tehát nem, nem, mondom, hogy teljesen új a jelenség, de az mindenképp, tehát, hogy mindenképpen vicces az, hogy, hogy, hogy a cancel culture szóló előadást tiltja be az egyetem, amit én, én, nekem még az volt az elképzelésem az egyetemről, főleg az ilyen bölcsész, meg társadalomtudós történetekről, hogy hát pont az lenne az értelme, hogy akkor vitatkozzunk, meg beszélgessünk érdekes témákról. Úgy tűnik, hogy ez már nem így van Magyarországon, már Magyarországon sincs így. És a, meg a további következményei ennek, tehát hogy a személyem az etikai kódexbe ütközik. Tehát az egy szórakoztató, szórakoztató mindenképpen. Ugye ebben az is a, a félelmetes, főleg amit inkább nyugatabbra látunk, hogy visszamenőleges hatályú ez a cancel culture. Tehát, Tisztem. hogy visszamenőleg is cenzúráznak olyan dolgokat, hát, ami mondjuk évtizedekig hallgatható volt, most ha dalokra gondolunk, meg hát akár a történelmet is úgymond cenzúrázzák, amikor olyan színdarabokat adnak elő, tudom, egy olyan történelmi korban, ahol még mondjuk nem volt olyan annyi színes, bőrű ember. Stb. Hát stb. amikor elkezdtek szobrokat döntögetni, akkor a Trump mondta, hogy meddig megyünk ebben a történetben. Elmegyünk George Washingtonig, mert mm. ő is rabszolgákat, és, elme, és most már ott igen. tartunk. Tehát igen, igen, mindenképpen a Rolling Stonesnak a története, a Brown Sugarnak a története, amit ugye most le kellett venni műsorról, mert annak már nem, nem PC a szövege, de ez nem példa nélküli, ez sem, mert minden, minden ilyen nyilvánosságbeli boszorkányüldözés, a MeToo botrány az ugyanerre épül. Tehát ugyanarra épül, hogy valójában lehet, hogy számos esetben tényleg valami, valamilyen abúzus történ, de hát azért legyünk magunkhoz őszinték, tehát itt embereknek 30 évvel később jut eszébe, hogy az akkor se volt annyira jó. Tehát és itt ugye nincsen... És bizonyíthatatlan jó formán, nem? Teljesen bizonyíthatatlan. Hát, hogyha emlékszünk a Kavanó bírónak az esetére, hogy őt is megvádolták ezzel, tehát ezek... És még konzervatív keresztény ember volt. Igen, érődésben. igen. Tehát, a, tehát ezek, ezek a szintiszta, ilyen, ilyen maoista nyilvános megszégyenítések, és, és minden nem, nem, nem szükséges semmiféle bizonyítás, mert hogyha rámondjuk a, a nyilvánosságban az emberre, hogy ő az ördög, akkor ő az ördög. Mm. És ez visszafelé, visszamenőlegesen is érvényes. Bizonyos szinten ez, 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 annyira, tehát nekem, én pont most, a, a most fejeztem be az 1984-nek az olvasását, és, és ott, ott pontosan ugyanerről, hát ha lehet így fogalmazni, profitált George Orwell, tehát hogy, hogy, hogy ott igenis van, van olyan, hogy, hogy, hogy kitörlik a, a, a történelemből azokat, amik az éppen aktuál politikának ellent mondanak. Tehát, hogy, 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 most nem EU, tehát, hogy nem East, nem Oceánia, kelet, nem, nem Oceánia, Oceánia nem -e? EU, -er -e -e van hatban, hanem most, 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 éppen másik, másokkal van hatban. Tehát, és, és, aki nem így gondolta, hát, azokat elcancelölték. Tehát, hogy szó szerint, mint egy ilyen profétikus jelentőséggel írta volna meg akkor, akkoriban George Orwell ezt a, ezt a művét. És most, most azt látjuk, hogy ez ténylegesen valamelyest már a társadalmunkban be, hát, benne a, van. A másik ilyen, ilyen proféciás sorozat az a South Park lett, nem gondoltam volna, amikor Én. annak idején elkezdtem nézni, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, mikor indult a South Park, és a kora, korai adások egyikében volt egy olyan, egy olyan rész, hogy ugye a karácsonyi műsort szerveznek a gyerekek. És akkor először bejött a Kánynak az anyukája, hogy hát őt, őt zavarják ezek a keresztény szimbólumok, akkor azokat szedjék le. Akkor bejött más, hogy ő neki nem tudom én milyen vallása van, akkor a karácsonyfát is szedjék ah. ki onnan, mert az, és akkor szépen az lett a vége, hogy, hogy valami teljesen értelmetlen mammogást adtak elő a színpadon egy szürke felület előtt. És akkor mondták, hogy hát most így most nem sért senkit. Na most ez körülbelül 20 éve készítették ezt a részt, és azóta eljutottunk odaig, tehát én azért nem merek már South Parkot nézni mostanság, mert 10-15 évig néztem, és amit abban megcsináltak, az gyakorlatilag valósággá vált. De milyen mögött a gondolat szerintetek? Mi a véleményetek? Tehát miért kell eltörölni azt, ami már megtörtént? Miért nem lehet megtartani egy ilyen előadást? Mert hogy valaki véletlenül egyet értene veled abban, amit mondasz? Vagy mitől félne? Hát olyan nézetek, nem haladó nézeteknek tilos kitenni az embereket, mert hát ha meggondolják magukat. Tehát amit te mondtál, hogy akkor elkezdtek kutatni, és hát lehet, hogy vannak más nézőpontok is, ennek tilos kitenni, és ezért ezeket teljesen el kell tüntetni. Tehát itt a, a, a kánonalkotás olyan totalitárius módon zajlik ebben a vók történetben, hogy nem, nem, akarnak esélyt hagyni arra, hogy, hogy bármiféle szembenállás vagy vita kialakuljon ezekkel a nézetekkel szemben. És ugye nagyon könnyű arra hivatkozni, hogy hát itt számtalan dolog sértheti emberek érzékenységét. Hát igen, a kultúra az tényleg olyan, hogy emberek érzékenységét sérti, a humor különösen, tehát én nem csodálom, hogy a John Cleese és a többiek ennyire ki vannak akadva ezen a dolgon, mert hogyha arra hivatkozunk, hogy senkinek az érzékenysége ne sérüljön, akkor szépen megszabadulhatunk a témák, felvetések, meg, meg viták jelentős részétől, mert az valakinek biztosan sérti az érzékenységét én is, én is ezt, ezt teljesen egyetértek. És talán még az az érdekes, hogy, hogy, hogy ahogyan én, én kerestem ezt, és, és aztán rátaláltam, tehát bizonyos forrásokra. Tehát nekem például nagyon sokat segített a, a Jordan Petersonnak a, a munkássága. Tehát ő alapvetően, ő ki volt évennek a cancel culture-nek, és, és őt el akarták törölni. De amikor egy klinikai pszichológussal elkezdesz vitatkozni, és, ez, és, ez, a nyilvánosság erre felfigyel, akkor, akkor az a klinikai pszichológusnak is van egy-két szava. És, és, ő például ennek, ennek a, az eltörlés mozgónak a, cél céltáblája volt, és, és utána úgy nagyon érdekes, hogy lettek mentális betegségei is, amiből most már hála Istennek felépült, de, de például nekem ő volt az a, az, az, ember, akinek a, a, elkezdtem hogy, úgy falni a, a, könyveit, meg, meg a tanításait, és nagyon népszerű lett. És hirtelen kiderült, hogy amúgy Amúgy ezzel ez a, ez a, ez a woke culture, vagy a, vagy a cancel culture, ami, ami nagyon úgy, úgy tűnt ugye a nyugatban számomra, hogy, hogy annyira, annyira, sokan vannak, és annyira népszerű, hogy, hogy mintha mindenki ezt gondolná, de aztán hirtelen kiderült, hogy amúgy nem. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag most már nem is tudom, egy több, több, több tízmillióan nézik és, és, és hallgatják az ő előadásait, és, és, és talán ez a, ez az érdekes, hogy, hogy azt hitetni el veled ez a, ez a kultúra, hogy, hogy egyedül vagy, hogy, hogy nincs más, hanem, hanem te vagy, és, 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 azok, akik, akik normálisan gondolkodnak, és, és, te vagy az, aki rosszul gondolkodik. Viszont ez, ez egyáltalán nincs így. És hát a történelemben is láttunk példát arra, amikor, amikor, egy, egy szűk, szűk kör elhitette a, a, a tehetetlen néppel, vagy inkább a, a, nem gondolkodó néppel, ha úgy tetszik, hogy, hogy annak az ideológiának teljes térnyerése van. És hát ebből lett egy másik világháború is. Tehát most az a helyzet, hogy ezt, 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 ugyanígy látom, hogy, hogy most van egy olyan, egy olyan rész az emberekben, akik, akik, akik nem tudják ezt hova tenni, és nem, nem, még hogyha keresik is, nem találják azt a forrást, aki ezt tudnak menekülni, vagy, vagy, vagy egyáltalán meríteni. Viszont, viszont olyan és nagyon hasznosnak találom ezt a, ezt a műsort is, hogy itt meg Magyarországon, hogy mi már előre látjuk, hogy mi folyik a nyugaton, és, 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 és előre, előre felkészülünk, hogyha esetleg ez be akarna törni, akkor ezt hogyan lehet kiküszöbölni. Na akkor beszélhetünk egy pár percet erről is, hogy szerintetek hogyan lehet ezt kiküszöbölni, de még előtte egy picit szedjük már össze azt, hogy ugye szó volt itt most az LMBTQ mozgalomról, mint olyan mozgalomról, amiről nem lehet kritikát megfogalmazni, szó volt egy picit a, a rasszizmusról, mint vádról, amit megkapnak bizonyos emberek. Mik azok a forró témák, amikben még nem lehet megnyilatkozni szabadon a Cancel Culture alapján? Hát nagyjából, nagyjából, ezek, a, ezek a kérdések. Tehát ugye, ami most uralkodik, uralkodó ideológiává vált gyakorlatilag ebben a haladó táborban, ez a kritikai fajelmélet, ami egészen elképesztő amúgy, hogy gyakorlatilag olyan, mint hogyha a marxizmust összevegyítenénk a nemzeti szocializmussal. Tehát ez, hogy a, hogy a tehát, hogy valaki ilyet, ilyet állít, egy egy, hogy hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a bőrszín vagy a rassz, amiben beleszületünk, az alapvetően meghatározza, hogy mi áldozatok vagy elkövetők leszünk-e. Tehát, e, tehát és valaki meg is csinálta ezt a poént, azt hiszem, hogy a, semmi más nem csinál csak a Mein Kampf-ba zsidókat átírt a fehér heteroszexuális keresztényekre, és akkor így beküldte valahova, és azt mondta, hogy ez fantasztikus munka, és akkor mondta, hogy persze, ez a Mein Kampf, csak azt a részét átírtam. Tehát tehát, tehát hogy ez, ez, a, ez, a, ez, az ideológia uralkodó, tehát minden, ami a rasszal kapcsolatos, ugye ott látni kell, hogy mi azért viszonyulunk ilyen kimerevedett szemekkel erre, mert ugye nincsen ebben a Magyarországnak ilyen jellegű tapasztalata, hogy, hogy, ne, hogy gyarmatosítás, meg rabszolgaság, meg hasonló, és akkor tehát most igazából nekünk most mit kéne ezzel, de nekünk is föl kéne szállnunk erre a vonatra, és akkor bocsátott kérni a nem létező rabszolgaságért, egy kicsit hülyén vennék ki magát, de alapvetően ez az ideológia elvárja azt, hogy hogy igen, hogyha te fehér vagy, akkor nektek kollektív bűnösségetek van, és akkor nektek bocsánatot kell kérni. Tehát én azt látom, hogy ez a kritikai fajelmélet, meg az LMBTQ folyamatosan bővülő betűszava az, ami, ami, ami adja a keretét ennek a, ennek a cancel és akkor ebben nem szabad megnyilvánulni, meg hát nem szabad felháborító kijelentéseket tenni. Tehát a harmadik, amit hozzátennék, az az a feminizmus harmadik hulláma, hogyha jól tudom, mm -hmm. akkor harmadik hullámnál tartanak és akkor nem lehet azt mondani, hogy <kül> hát igen, mondjuk a nők és a férfiak tényleg különbözőek. Tehát tehát mm. olyan dolgokat nem lehet mondani, amit az emberek, Vagy a anya nő az, vagy az anya nő, az apa férfi, ilyet nem a lehet mondani. Nem Igen, nem tehát, ráfizik. hogy mert mer, hogy, mer, hogy majd eldöntötted. Most ez is ez, ez az életértelme című Monty Python film kezdődik így, ugye, amikor kérdezi az anyuka, hogy most akkor fiú vagy lány, és akkor hát ez nem korai meg egy kicsit. Most 70-es <laughs> <laughs> het, évek végén készítették azt, hiszem azt a filmet, és mm. ma meg ott tartunk, hogy ez halálosan komolyan veszik. Tehát... Nagyjából ez adja ez a feminista, LMBTQ, meg, meg ez a rassz kérdés, ez a, ez a, ez a kritikai fajelmélet, ami ami alapján megvannak a szigorú elhatárolások, hogy ki az, aki belefér a nyilvánosságba, meg ki az, aki megnyilatkozhat, ki az, aki nem. Mivel ma közösségi média ura mindent, és a közösségi média az egy az egyben ugyanez alapján, az ideológia alapján működik, ezért ma nagyon hatékonyan tudnak egyébként embereket eltüntetni a nyilvánosságban. Az, hogy hogyan tudunk harcolni ellene, hát ahhoz, ahhoz valamit csinálni kéne a közösségi médiával is. Lehet? Hú, ez, ez egy külön hosszú, hosszú <laughs> beszél, de nagyon, nehe, nagyon nehezen. Nekem most egyébként a, ezzel foglalkozó szakemberek azt mondták, hogy a Facebookkal történni fog valami az utó, az a legkövetkező években. Muszáj lesz. Tehát a demokratáknak is muszáj lesz valamit kezdeniük vele, mert egyszerűen túl túl nagyra nőtt. Tehát ö, valami, valami, valamerre majd el fog mozdulni ez a dolog, valószínűleg a mi hatáskörünkön kívül. Na, De a munkahelyünkön, az egyetemen tudunk valamit tenni? Te mit Talán én, én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy, hogy lehet-e ezzel ellen tenni valamit, amit, ami az én példámból, hogy csak kezdjünk el gondolkodni. Tehát, hogy ezzel már már egy hatalmas lépést teszünk, hogy, hogy nem, nem állunk be. A, a sorba, és, és hogyha valamit valami valaki állít, azt először is vizsgáljuk meg. Az éremnek mindig két oldal van. És, és a, én, én, én se azért mondom ezeket, mert amúgy én, én teljesen minden melegben a, a gonosz látom, és én elfogadom az, a meleg embereket, mert nekik is ugyanolyan joguk van, ugyanazok az emberi méltóságokat megkapták ők is, és ugyanúgy elfogadom ezeket, és, és tiszteletben tartom. Viszont gondolkodni semmibe nem kerül és gondolkodni ha az ember elkezd akkor utána, utána már lépésről lépésre haladva szerintem ezek a megoldások is előtérbe fognak kerülni. Amíg van léte, amíg létezik jelenlét a nyilvánosságban azok a körében, akik nem értenek -e egyet ezzel a tendenciával, ott szerintem nyomás kell gyakorolni, és folyamatosan nyomás kell gyakorolni. hogy És azt azért mondom, mert mert ugye, hogyha talán két éve volt egy ilyen eset, hogy Coca-Cola megpróbált ezt a Love, is Love kampányát valamelyik hát, nyáron elkezdeni, és akkor ugye a sajtó, az a oldali sajtó beindult, és elkezdte lőni őket, és ők kihátráltak belőle. Tehát azért mondom, hogy amikor még ugye nincsenek így lecövekelve a lábaik, mint ahogy mondjuk a Nyugat-Európában, ott még visszavonulásra lehet készíteni őket. És azt hiszem, hogy, a, hogy, amíg, amíg eszköz van erre, addig minden lehetséges fronton ezt a nyomulást ezt vissza kell szorítani. Tehát csoportnyomással, nyilvánosság nyomásával rajtuk kell lenni, állandóan tolni őket a felé, hogy ne mehessenek el odáig, mint nyugaton. És mit lehet kezdeni egy olyan konkrét esetben, mint akár említetted Tóth Gabit, Mit, mit tegyünk vele, vagy hát hogy, a, hogy, lehet segíteni egy hát ilyen helyzet? A Gabi esetében ugye annyiban nehezebb a dolog, Tehát ő azt mondta, hogy, hogy igazából nem, a, nem, az volt kellemetlen neki, hogy, hogy a sajtó, hát a sajtó, hát az meg hogy a 444 mit ír, az arra nagyjából föl, föl, volt készülve, de az, hogy, hogy, hogy akik elő együtt dolgozott, x ideig, és ők elfordítják a fejüket, ott, ott azon lehet, hogy személyesen feldolgozni nehéz, és Gabit viszonylag fiatalon és viszonylag, hogy mondjam, ilyen korábban nem tapasztalt módon érte ez a, ez a történet, és ezért hát szerintem bele fog edződni egyébként, én azt látom. Uh, tehát ez, ezt a személyes utat azt nem lehet megspórolni, ezek nagyon kellemetlen ütések, mm. és kellenek olyan emberek, akik viszont ennek ellenére bátran belállnak. Tehát mondjuk a Gabi esetében én azt hiszem, hogy az, az a, a nagyon pozitív fejlemény, hogy ő ennek ellenére azért kitartott és azt mondta, hogy de én akkor is, akkor is vállalom ezt a dolgot, nem, nem vonult vissza, nem mondta azt, hogy meggondoltam magam, és mégis inkább a, nem mm. tudom én miben hiszek hanem azt mondta, hogy jó, akkor én szállom. Tehát kellenek egy-két olyan ember kell, mi azt mondtuk az ábel az egyetemi történetben is, hogy kell egy-két szentőrült, aki vállalja azt és most nekünk egyébként mindegy, tehát hogy az Ábelnek meg nekem semmilyen kötődésünk nincs, tehát hogy tényleg visszavetik a diplomáimat, és akkor mi van. De, de, de kellenek olyan emberek, akik belül vannak, és vállalják annak a kockázatát akár, hogy kicsinálják őket onnan, hogy elveszítik ott a, az állásukat, az egyetemi pozíciójukat, vagy a hallgatói státuszukat, vagy bármi muszáj, mert máshogy nem fog menni. Igen. De meg szerintem is az, az teljesen egyetértek, de, de mint, mint az átlagember, ezzel ellen, ha felemeli a szavát, bár a kezdetek kezdetén, akkor, akkor, akkor megtanulják azok is, akik mondjuk ezt a, ezt a woke culture-t képviselik, hogy, hogy azért nem Nincsnek olyan sokan. Mert igen. az átlagember még Magyarországon, én azt látom, normálisan gondolkozik. Úgy normálisan, tehát hogy ez a, ez a, ez a amit... Vélemény szabadságát Igen, tehát tartja. a vélemény szabadságát azt, azt, azt gyakoroljuk. Igen. Tehát azt... Ennek az iparnak a figurái azért nem buta emberek. Tehát látják, hogy meddig mehetnek el. És hogyha látják, hogy ott oda teszik a lábukat az emberek, és azt mondják, hogy innen tovább nem jössz, akkor igen. még most nem fognak igen. tovább menni. Igen. Ha már az a kockázat, hogy valaki kinyitja a száját, hogy akkor őt kirúgják a munkahelyéről, egyetlen barátja szóba vele, az, az, már, az már egy másik helyzet. Valószínűleg nyugaton inkább ez a, ez a történet igen. van. Ott már, nem, ott már nem nagyon merik Nincs az emberek meg. Igen. igen, mert, mert ez, ez meg, ezzel meg is bélyegeznek téged. Tehát egy, egy olyan, egy, utána felhívják a munkát, tudod, hogy miért, miért rúgták ki, és akkor elmondja, hogy hát mondjuk felemelte a szavát az LMBCQ ellen. Na jó, hát akkor nincs rá szükség. Ismerek, ismerek ilyet Magyarországon, akinél megpróbálták ezt, hogy felhívták a munkáltatóját. Igen. Igen. Mondta neki, hogy jó, köszönöm szépen a megjegyzést. Tehát azért itthon még, még, nem, még nem jutott oda, de azok, akiknek már erre állt rá az agyuk, azok már próbálkoznak azzal, hogy kirúgassanak Igen. embereket. Tehát ez inkább a felső pozícióban. Igen. Igen. Érdekes. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélhetünk erről a témáról, a Cancel culture az eltörlésről volt szó, megadja Gábor és Lajos Jonatán voltak a vendégeink, és hát konklúzióként azt tudjuk leszűrni, hogy menjünk az árral szembe, és hát ha jobban járunk, vagy könnyebben megúszunk, mint a nyugat-európai kultúra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.